Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, és most ebben a videóban nem más lesz, mint sütit fogjuk megkeresni, hogy hová is ment, ugyanis észrevehetétek, hogy nem régiben, vagyis hát az elmúlt pár videóban nem nagyon volt benne, szóval itt az ideje szerintem megkeresni, hogy mégiscsak merre felé szökött el a mi kiskutyánk, mert hát, ja, mégiscsak a miénk, meg kéne keresni, stb. Annyit ugye el szeretnék mondani, hogy nagyon-nagyon sokan írtátok nekem, hogy ne ordibálj a videóidban, stb. Megértettem, jó, hát akkor többet nem lesznek ilyen ordibálások, srácok, de amivel nagyon sokszor van olyan, hogy mit tudom én, megijedek, vagy valami váratlan dolog történik, előfordulhat, hogy mondjuk mit tudom én, felordítok egyet, bármi, hát azt tudom javasolni, hogy headsetről néz, hallgassatok ugye engem, vagy mi az, fejhallgatóval, vagy bármivel, tök mindegy, és akkor nem lesznek olyan gondok, hogy mit tudom én, hogyha este nézel, akkor mondjuk a szomszéd szobába fel kell a fél család. Ez egyik tipp, vagy nézzetek engem halkan, vagy nem tudom, de megpróbálok akkor kicsikét halkabban beszélni, meg halkabban megijedni, azt mondjuk nem tudom, hogy hogy lehet, de igyekszem megcsinálni, hogy nektek jobb legyen. Na, megvagyunk a cuccokkal, és akkor el kéne szépen indulni, na várjatok, azért rendezem a cuccokat, így is van. Errefele vezet az iránytű, szóval erre akkor gyors el is kéne indulnunk. Hát kíváncsi vagyok, hogy merre lehet, így süti, mert hát mégiscsak azért én még szeretném őt látni, meg minden. De ugye hát kissel is volt már egy ilyen, hogy ő el akart szökni, vagy megpróbált elszökni, de végül azért csak nem tudott, meg hát megtaláltuk, meg minden. Szóval reméljük, hogy sütivel is hasonló módon fogunk találkozni, vagyis hát remélhetőleg meg fogjuk... Ó, ott van valami ház. Oda bújhatott el, vagy oda szökhetett, vagy nem tudom, na mindegy. Hoppá, nem is kis ház, milyen szép kis házat talált már magának süti, vagy csinált, nem tudom. Mindjárt megnézzük, az iránytű már nem is nagyon fog nekünk kelleni, ha várjatok. Mindegy, én bemegyek inkább, nem tudom, hogy egyáltalán most itt kopogjak-e vagy bármi, de milyen király... Várjatok, ez egy macska nyelvagás volt? Itt egy macska. Itt egy macska. Nem már. Süti képes egy macskával együtt élni? Kiégek, de hogy milyen jó már. Várjál, szia cica! Nem bírom valahogy meg szegénynek a feje belelóg a fába. Jó, mindegy, hagyjuk szegényt. Itt egy egész szép kis kert. Jó, nem tudom, hogy ez sütüjéje, vagy a... vagy valami emberé, ahova elszökött. Hát, nem tudom, hogy ez sütüjénekre képes, akkor nem tudom, nekem miért nem segített soha, de mindegy. Ez valami pincének tűnik ide, első sorban azért lenézek, ez valami... bánya talán, vagy nem tudom. Hoppá, ez valami sütős cucc. Ezek is neki bőven tele vannak. Itt meg blokkok, meg mindennel tele. Srácok, vassal is tele, meg érce, gyémántal is 32 gyémántja van. Jézus Isten, mennyire durván elkezdett már ő itt survivalözget, meg minden. Itt meg ilyen izé enchantable. Na várjatok, erre még van valami? Jó, erre nincsen semmi, mindegy, bocsi, azt most kiütöttem. Akkor nézzük meg a ház tetejét, úgy tűnik, hogy most nincsen lent itt ebbe a bányás részen. Ez a cica még mindig tök aranyos, hogy itt van. Jó, gondolom, hogy erre kell, így is van, erre kell felfele menni. Mondjuk amúgy kezd esteledni, hogyha jól látom, ja. Valami esteledési cuccok vannak itt. Ez itt egy nappalinak tűnik, gondolom ez itt egy tévéféleség. Ez itt egy ilyen konyha, gondolom, így is van, itt van a kaja. Nagyon király, nagyon király, mondjuk, amit nem értek, jó, mondjuk ezt gondolom, hogy ez a macskának a izéje. Van saját macskája? Vagy nem tudom, vagy tényleg ő csak egy ilyen befogadott állat lett itt? Vagy hálószoba? Na várjatok, aha, itt nincsen más semmi, jó. Meg itt egy gyémántkart, jó, oszta, itt is mennyire tele van már cuccokkal, és itt van süti, itt van süti, itt alszik, srácok. Szia! Hello! Szia, süti! Ez ki? Süti asszony. Lol! Te megházasodtál? Erről nekem... Igen? És erről te nekem miért nem szóltál? Jó, jó napot kívánok, vagy nem tudom, hogy köszönjek. Szia, kedves kiskutyús, szia! Jó, süti! Te hallod? Te elszöktél kb. Egy hete, vagy nem tudom, és... Szia Dani, bocsi, hogy elszöktem, de muszáj volt. Hallod? Te egy hét alatt hogy csináltál egy ekkora házat, meg hogy szedtél össze ennyi cuccot, meg megházasodtál, meg mit tudom én, még mi?
Azt a... Srácok, erre azért nem számítottam. Vagy ne, nem tudom, hát érdekes. Érdekes, hogy Süti egyszer csak így lelépett, azt így ennyi cuccot megcsinált. Hát volt egy biztos alap, amiért elszöktem. Ez a ház volt az. Aha, tehát ez a házad neked már régebb óta megvolt. Értem, és hogy jött a csaj? Tehát hogy becsajoztál, Süti? Igen, aha. Oké. Jó, rendben, hát nem tudom, hogy te mondjuk így még vissza szeretnél lejönni, vagy bármi. De nem tudom, igazából alapból azért indultam el, srácok, hogy én visszahozzam Sütit, de most így... Hát tudod, hogy utálom a magányt, ezért kell egy társ. Hát jó, persze, megértem, igen, kell neked egy társ, meg minden, de... De ez így... Oj, nem tudom, srácok, le kéne mondanom Sütiről. Szerintetek mit csináljak? Írjátok le a kommentbe, hogy szerintetek el kéne vinnem, vagy hagynom kéne neki. Igazából gyerek is van, de ő szerintem kint szaladgál. Mi van? Van gyereked is? Te, erre miért nem kaptam semmi infót? Hallod? Te most komolyan? Hát, kiégek, srácok. Hát, van egy gyerek a kutyámnak, vagyis egy volt kutyámnak, tehát még a kutyám. Van egy gyerek a kutyámnak, és nem szólt. Majd bemutatom őt is, de amúgy, ha nem haragszol... Igen, nem haragszom. Legalábbis gondolom, hogy... Most el akarsz küldeni, akkor én nem jönnék veled vissza, jól meg vagyok. Ó. Oh. Értem. Hát. Jó, rendben van, Süti, megértem, persze. Jó legyen így, hát. Srácok, nem tudom ráerőltetni igazából, hogy velem jöjjön, meg nem is akarnám. Ha neki itt jó az asszonyával, vagy a kutyatársával, meg a gyerekével, meg mindenkivel. De figyú, ne legyél szomorú, majd még találkozhatunk sokat. Jó, hát persze, rendben van. Hova ment? Lol, ott a kutya? Vagy az ki volt? Ah, itt a izé. Kis Süti. De cuki, itt van Kis Süti. Szia, Kis Süti. Mondjuk egy kicsikét mérgesnek tűnik. Lehet ki akar menni a udvarra, vagy... Vagy az állatokat? Aha, gondolom, hogy az állatokat izéli. Srácok? Most kom... Na várjatok, én kielgedem, kíváncsi vagyok, hogy mit akar. Menj el! Hallod? Süti! Ezt... mi az? Mi az? Miért engem bán? De... Hallod? Te mire nevelted ezt a kutyát? Azt a... Srácok! Nem azért mondom, de na, az ilyeneket megölhetni. Nem a szegény bárányokat, meg ilyenek, hallod, Süti? Mit írt ide? Kicsit agresszívat látom. Neki támadt egy csóri báránynak, hát... jó, rendben van, úgy van, szépen ül. Jó kis Süti. Ez betolja. De aranyos, na várjatok, viszem. Megy az, látod? Megy az. Na várjál, visszazárom ezt a izét ide. Nem tud majd bejönni mob. Na, hát Süti. Akkor hát én örültem a találkozásnak, meg minden. Egyébként, ha már annyit segítettem neked a videókba, ó, fog tőlem valami, biztos valami segítséget kérni, biztos vagyok benne, hogy valami segítséget fog tőlünk kérni, srácok. Ezt előre tudom. Egy kérésem lenne még tőled, jó? Mondjad azt a kérést, na várjál. Fel ne robbanjon. Jó. Jó, oké, meghalt, megöltem a creepert, ez nem elég segítség? A gyerek elvesztette a játékát, és hát, megtalálom. Persze, azóta ilyen dühös. Ó, értem, jó. Adj valami segítséget, aztán izé. Aztán visszaszerezzük Sütinek a játékát, kedves, vagy kis Sütinek a játékát, kedves Süti. Szóval meg kéne találni, mert én nem tudom, rendben. Jó, rendben van. Merre keressem? Vagy valami info, bármi. Merre játszott? Arrafele? Merre van az arra? Na, menjél arrafele, jó? Mutasd meg, hogy merre. Merre láttátok utoljára? Most komolyan most a másik, de jó. Köszönöm szépen, úgy van, irányíts el, jó van, akkor másik irányba. Erre? Oké, és nagyon tele van mobokkal, srácok, ezekkel azért óvatosan kéne. Ott van valami piros zsapina, várjatok. Valószínűleg ott kéne keresni, legalábbis gondolom. Itt, ott lent, jó, rendben. Itt játszott lent egy bányában, értem, jó. Mindjárt jövök, Süti, akkor várjál itt meg, megpróbálom megkeresni. De legalábbis hát remélhetőleg meg fogom tudni találni. Aha, tehát a kis Süti, értem, rágóka. Oké, itt megvan a rágóka, gondolom, hogy ez kellett. Na várjál,
Majdnem meghaltam. Na várjál, Süti. Várjál. Ó, kitolt engem. Hallod? Hogyha ilyen képesség... De béna vagy. Még repülni. És stúdió. Oké, hogyha ilyen képességét vannak, akkor már igazán kivetted volna te is. Na, hol van? Itt van, tessék. Itt van, visszahoztam a gyerekednek a játékát. Kedvesek vagyunk. Na. Süti, viszont akkor én tényleg, hát akkor búcsúzok, és még biztos, hogy fogunk találkozni, meg minden, akkor majd azért meglátogatlak néha. Bocs, de én nem mertem, és köszönöm neked nagyon, hát szívesen, meg minden. Hát Süti, akkor boldog életet neked, meg a kis Sütinek is, meg minden, ő is azért nagyon aranyos, meg minden. És hát ja, én akkor lassan szépen elköszönök, és igen, remélem még látlak ügyi voltágra, tehát kösz szépen, hát srácok! Akkor hát ez lett a vége, írjátok le a kommentbe a véleményeteket, hogy szerintetek jól cselekedtem-e vagy nem. És hát ja, nagyon-nagyon szépen köszi, itt voltatok velem ebben a videóban, itt van egy creeper, szóval közben vigyázzunk, Süti. Szóval ja, hogyha még szeretnétek hasonló videót, akkor dobjatok egy lájkot, írjátok fel a csatornámra, stb. Szóval ja, köszi szépen tényleg, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Én Dari voltam, és adios, amigos, minden, sziasztok!